Csizmadi Ervin, a Méltányosság Politika Elemzőközpont igazgatója. Visszatérünk a labdarúgásról a politika világába, bár nem tudom, mennyire figyeli az EB-t. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát az elmúlt években nem voltam olyan nagy futballnéző, de azért ezt az eseményt természetesen én is követem. Ma este meg mai meccs, de hát már egy magyar meccs. De nem ez a mi témánk, hanem a magyar közpolitika, vagy a magyar pártpolitika, majd beszélünk egyszer arról is. Azt a kérdést veti fel, hogy hogy lehetséges, hogy mindig ott tart egy ellenzéki párt, hogy csapatot kell építeni. Nem nevezi ebben a kérdésben meg, de úgy gondolom, az MSZP-ről beszél, meg arról, hogy az összes jelölt, az egy darab hivatalban lévő Tóbiás Józsefen kívül arról beszél, hogy az MSZP-ben egy csapatot kell teremteni. De miért most? Hát azért most, mert nyilván most készülnek elnökválasztásra. De hát hogy működött az a párt eddig, amelyik nem volt egy csapat? Megmondom, úgy működött, hogy sok csapat volt benne. Tehát itt a kérdés az egyes szám és a többes szám között húzódik meg. Tehát ez a párt 25 éve, ez tulajdonképpen különböző belső frakciókra és belső csoportokra tagolódik, és ebből következően az, ami egy politikai sikerhez kell, hogy ne több csapat legyen, hanem egy, az nem állt rendelkezésre. De ezek között, a csapatok között tényleges különbség volt, vagy igazából csak egymással szemben fogalmazták meg magukat tartalmi differenciák nélkül? Hát ez a másik problémája ennek a pártnak, hogy mindenki tudta róluk, hogy sok egységből tevődnek össze, viszont azt nem tudta senki, hogy közöttük tulajdonképpen mik is az elvi, vagy elméleti, vagy programbeli, vagy koncepcionális különbségek. Tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon sok problémát kell megoldani, ez az elnökválasztás vagy a kongresszus ezt nem fogja megoldani, ennek a pártnak a belső struktúrája, ez szerintem az elmúlt 25 éve nem változott, és ebből következően a versenyképtelensége a struktúrájának a versenyképtelenségéből fakad. Mégpedig azért, mert ugye a mai politika, ahogy mondani szokták, egyre inkább a személyiségekről szól, arról, hogy a választók lássák azt, hogy egy politikus tud vezetni, és hogyha egy pártról nem tételezik ezt fel, hogy neki van egy ilyen embere, akkor azt a pártot nem tudják. A versenyképtelenség szót használta. Versenyképtelen ma az MSZP? Hát most gondolom, ez a kérdés, ez hát bizonyos értelemben álkérdés annyiban, hogy természetesen minden ellenzéki párt pillanatnyilag versenyképtelen, tehát nem csak az MSZP. Na jó, de van, amelyik helyzetéből fakadóan, tehát az egészen pici pártok, az Együtt, a PM, még akár az LMP is, bár ezeknél azért jóval nagyobb, nyilván egészen máshonnan indulnak, mint az az MSZP, amelyik kétszer vezette az országot, amelyet utódpártnak szokás nevezni még mind a mai napig, tehát egészen máshonnan jön. Jó, nézze, a versenyképtelensége egyébként abból fakad, hogy van egy nagyon komoly ellentmondás mindazon túl, amit mondtam. Tehát ugye azt mondtam, hogy sok csapat alkotja. De a másik része a dolognak az, hogy vidéken még mindig ez a párt a legerősebben beágyazott ellenzéki párt. Ebből következően még nekik megvan az az érzésük, hogy ezen a póluson, az ellenzéki térfélen mi vagyunk a domináns erő. Ebből következően mindig halogatták azt, hogy tulajdonképpen a versenyképességet ne csak az ellenzéki térfélhez mérjék, mert ott még mindig ők a legjobbak, hozzáteszem, a DK ezt a pozíciót az utóbbi időben nagyon erősen fenyegeti, hanem hogy mit akarnak kezdeni a Fidesszel. Amikor a Fidesz följött a 90-es évek második felében, akkor azért jött föl, mert lemásolta azt, hogy az MSZP milyen. Milyen értelemben? Például gazdasági erőcsoportokat kezdett a Fidesz maga körül szervezni. Megnézte azt, hogy milyen akkor Magyarország legerősebb pártja, és azt mondta, hogy mi ezt a jobb oldalon lemásoljuk. Az MSZP-nek most tulajdonképpen, ha valamit labdába akar rúgni, az lenne a feladat, hogy megnézze, hogy milyen ma Magyarország jobboldali vezetőpártja, és azt megpróbálja valamilyen formában. De most tudja a nézőink egy része azt mondja, hogy még az hiányzik nekünk. De hát szerintem a nézők ebben az esetben gondoljanak arra, hogy ez egy politikai verseny. Tehát itt most nem az érzelmeink döntenek abban a tekintetben, hogy utáljuk a Fideszt, ezért semmi olyat nem csinálunk, amit a Fidesz csinál. Feltehetőleg a Fidesz se szerette túlzottan az MSZP-t a 90-es években, hanem egyszerűen megnézte azt, hogy miben jók. Tudnilik, a politikában azért van egy olyan faktor is, hogy tanulunk az ellenfeleinktől. És hogyha azt kell megtanulnunk például, hogy gazdasági birodalmat kell felépíteni, most a végeredményről ne beszéljünk, hogy most mi lett ebből. De a Fidesz gazdasági hátország nélkül soha az életében nem érte volna el azt az eredményt, amit elért. Kétségtelen, hogy az mennyire volt
hogy mondjam, törvénykövető, ahogy ez zajlott, az bármely egy, pártnál is, mert akinek más. Nem sikerült annyira, az is próbálkozott. Az nyilván ez egy másik kérdés viszont. Mondta az előbb, hogy kell egy vezető. Ahhoz, hogy gazdasági hátország épül, ahhoz, hogy egy nagy párt működésképes legyen, ahhoz kell egy olyan vezető, aki ezt kézben tudja tartani. Négy jelölt van a párt vezetésére most itt a jövő hétvégi kongresszus előtt. Melyikük az? Hát ugye a jóslás kategóriáját azt... Lát köztük olyat, aki alkalmas arra, hogy ilyen kiemelkedő vezető legyen? Az az igazság, hogy én ezt az egész magyar ellenzéket nem az MSZP kérdésének látom, hanem az egész magyar ellenzékben gondolkodom, ha egy elemző gondolkodhat ilyenben, és azt gondolom, hogy az MSZP-ben bárki is nyeri meg az elnökválasztást, azt a fő kérdés nem fogja megoldani, hogy az ellenzék egy egységes ellenzékként tud-e valaha is föllépni, vagy pedig továbbra is megmarad a széttagolt. Hát, hogyha lenne egy olyan karizmatikus jelölt, aki megnyeri a választást, ő lehetne egy az egész ellenzéket. Hát igen, de karizmatikus jelöltek hirtelen az utolsó két hétben nem szoktak megteremni, meg az égből nem nagyon szoktak. De akkor ez azt mondja, hogy négyük közt nincs egy. Hát, nem akarok visszakérdezni, hogy ön szerint van-e, vagy a nézők szerint van-e, ha már említette a nézőket, szerintem most egyet fognak érteni velem a nézők abban a tekintetben, hogy az egyik jelölt se tekinthető karizmatikusnak. Melyiknek van programja? Nem tudom, mennyire volt módja követni azt, hogy ki mivel áll. Hát tegnap láttam például önnél ugye az egyik elnök jelöltet, Tóbiás József Tóbiás Józsefet, és a többieknek is lényegében ismerem hogy mondjam, az elképzeléseit. Itt ugye a kérdés az, hogy a magyar közönség most programokra vár-e, vagy pedig személyiségekre. Ez megint egy dilemma. A politika egyébként tele van ilyen dilemmákkal. Nagyon leegyszerűsítve azt tudnám mondani, hogy kétfajta politikai kor van. Az egyik a programok kora, mondjuk ilyen volt 1990-től a 2000-es évek elejéig, gondoljon arra, hogy akkor senkit nem érdekelt, hogy van-e személyiség a politikában, vagy nincs, ugye? A programok politikát nyugodtan mondhatom, hogy elfelejthetjük, vége, az embereket nem érdekli, lehet, hogy azt mondják, hogy érdekli, de nem hiszek benne. Most tehát a személyiségek kora jött el. Showman kell, sztár kell a politika élére, akiért lehet rajongani? Olyan ember kell, akiről elhiszik azt, hogy vezetni képes. Tehát tisztázzunk egy másik fogalmat. Ugye, és a nyugati politikára szeretnék hivatkozni, amit a magyar közönség szeret, hogy mindig hozzámérjük magunkat. Tehát a nyugati politikában vannak showman politikusok, például Tony Blair is egy showman volt a magam nemében, de azért ott volt mögötte egy nagyon komoly, hogy mondjam, habitusbeli vagy személyiségbeli többlet, ami miatt őt a britek egyébként másik nagyon erős személyiség mellé, Margaret Thatcherrel után, nem közvetlenül őt váltotta, de lényegében, tehát egy olyan magas személyiségbeli kihívás volt, ami aztán megteremtett egy ugyancsak magas személyiségbeli választ erre. Tehát én itt azt gondolom, hogy mivel Orbántól azért retteg az ellenzék, mert vezér, ezért ezt a pozíciót, hogy én vezetője legyek a baloldalnak, bármelyik pártja, senki nem akarja fölvállalni. Amíg ezt viszont nem vállalják föl, addig a problémát görgetik maguk előtt, és pusztán mindig programokat akarnak adni. Nézem az ellenzéki vezetőket önöknél is minden reggel, programokat mondanak, ilyen szakpolitika, olyan szakpolitika, ezekkel a dolgokkal erre a mai helyzetre azért nem tudnak válaszolni, mert nem ez a kihívás. Tehát amíg ezt nem értik meg, és még egyszer mondom, a nyugati példákra szeretnék hivatkozni, tehát itt nem magyar példa kell, nyugati példa, ugye Kohl kancellárt, ugye Schröder váltotta föl, tehát annak is volt egy személyisége. Blair, amikor bejött, egy személyiség volt. Tehát a személyiséget, mint olyat, ne akarjuk kiiktatni a politikából, mert akkor az arctalan, középszerű, jellegtelen emberek korába jutunk el, a politika pedig arról szól, hogy az embereket valamiről meggyőzzük, és magunk mögé állítsuk. Szerintem ilyen egyszerű a képlet. Hát a feladat adott, hát a képlet egyszerű, de a megoldása mégsem. Csizmadé Ervin, köszönöm szépen. Én is köszönöm.